Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Felújítják a Tibor utcát. A korszerűsítés több mint 1 milliárdos állami támogatásból végzi. Covid konferencia Gyulán. Az eseményen szó esett a kórház és az ápolók helyzetéről is. Új kormányablak nyílik. Péntek délelőtt Eleken tartottak sajtótájékoztatót a várható fejlesztésekről. Változatos programok. Áprilisban 4 előadás közül választhatnak az érdeklődők. 67 új fertőzött Békésben. A pénteki adatok szerint nem csökken a járvány lendülete. Péntek reggel átadták a területet a kivitelezőnek. Így megkezdődhetnek a munkálatok a Tiborcz utcában. A korszerűsítés több mint 1 milliárd forintos állami támogatásból végzik, a befejezési határidő december 4-e. Ez a nap híre. Évtizedekre visszanyúló problémára tudunk végre pontot tenni. Péntek reggelre átadták a munkaterületet a kivitelezőnek, így megkezdődhetett a Tiborcz utca korszerűsítése. Az esemény apropóján tartott helyszíni sajtótájékoztatón Kis Szabolcs, a körzet önkormányzati képviselője hangsúlyozta. Egy évtizedekre visszanyúló problémát oldanak meg ezzel a beruházással. 40 évvel ezelőtt épült meg a Tiborcz utca. A Tiborcz utcának az aszfaltozása és a parkolók, ami egyebek együtt. Azóta nagy felújítás nem történt ebben az utcában. Tehát, ahogy említettem, ugye valóban évtizedes problémára vetíthető vissza a Tiborcz utcának az állapota. Az, hogy Magyarország kormánya ezt most tudta támogatni, ugye Gyula város önkormányzatának, hogy a Tiborcz utca megújuljon, ez nem csak az itt élőknek fontos, hanem értelemszerűen ugye azoknak is ezt az útszakaszt használják, mindemellett ugye a városunkba látogatnak. A sajtótájékoztatón Görgényi Ernő polgármester emlékeztetett, ennek a városrésznek 2 nagy problémája várt megoldásra. Az Eminescu utca teljes felújítását 2017-ben megkezdték, ebből már csak a legutolsó szakasz hiányzik. A Tiborcz utca korszerűsítésére korábban sikertelenül pályáztak, de végül 2021 nyarán megjelent a kormányhatározat arról, hogy a város 1 milliárd 20 millió forintot kap a fejlesztésre. A beruházás 2 szakaszból áll. Az első szakasz a nagyobb beruházást jelenti, ez a Szélső utca és a Várkert utca között zajlik, hogy kijövünk a Várkertből, az a vonal. Ezen a szakaszon úgymond faltól falig megújul az utca, új járdát építünk, új parkolókat építünk, 70 ökogrén felületű parkolót építünk, az azt jelenti vízelnyelő, a burkolata, 7 méter széles új út lesz, új sűjesztett szegéllyel, és megnöveljük a zöld felületet. Az utca nagyobb, rosszabb állapotban lévő szakasza teljes felújításon esik át. A második szakaszon, mely a Várkert utcai csatlakozástól a Nagyváradi úti kereszteződésig tart, újra aszfaltozzák az utat. Kovács József országgyűlési képviselő kiemelte, a térségben egyszerre épülnek az országutak és a belterületi utak. Ezek közül a legjelentősebb a Gyulai Tiborcz utca felújítása. Erre a felújításra ez a lakosság, aki itt él, ahol rengeteg magán családi ház, illetve apartman is van, 50 éve várnak erre a felújításra. Nagyon elhasználódott az út, és most a mai napon, április 1-én indul ennek a beruházásnak a elkezdése, és december elején ennek az útszakasznak el kell készülnie. A kivitelezés alatt a Tiborcz utcán csak egy sávban lehet majd közlekedni, az utca a munkálatok idején végig egyirányú lesz. Mindez azt jelenti, hogy az Erkel Hotel felől Újvári felé lehet közlekedni, de Újvári irányából az Erkel Hotel felé tilos lesz behajtani. Az ajánlott elkerülő útvonal a Temesvári út, Veselényi utca, Diófa utca, Híd utca, Akácos utca útvonal. A koronavírus járvány aktuális kérdéseiről rendeztek konferenciát a Gyulai Vigadóban. Az eseményen szó esett a kórház elmúlt 2 éves működéséről, és az ápolók helyzetéről is. A koronavírus járvány egészségügyre gyakorolt hatásairól tartottak konferenciát pénteken a Gyulai Vigadóban. Ez a járvány nagyban befolyásolt az elmúlt 2 évben az életünket. Kovács József országgyűlési képviselő a járvány által okozott problémák mellett arról is szólt, hogy az egészségügyben dolgozók emberfeletti munkája kellett a védekezéshez. Segítőkészségre, önzetlenségre, és a fele barátainkon való segítésre. A konferenciára videóüzenetet küldött Kásler Miklós. Az emberi erőforrások minisztere az alapvető értékek fontosságát hangsúlyozta, melyek nélkül a megfelelő gyógyító, életmentő munkát sem lehetne elvégezni.
Érdemes a kritikákat meghallgatni, minden kritikára oda kell figyelni, de azért azt is mérlegelni kell, hogy vajon, aki mondja, aki megfogalmazza a kritikát, azt tudná jobban csinálni. Görgényi Ernő polgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy még a 2002 és 2010 közötti kormányok idején semmilyen nagyobb egészségügyi beruházás nem történt a térségben, addig a jobboldali kormányok a lehetőségekhez mérten folyamatosan fejlesztettek. A konferencián Mészáros Magdolna, a Békés megyei központi kórház ápolási igazgatója az ápolók helyzetéről beszélt. Hangsúlyozta, az elmúlt két év még nagyobb terhet rótt a szakma amúgy is túlterhelt képviselőire. Még nagyobb fizikai terhet rót az ápolókra, és iszonyatosan nagy lelki terhet. Folyamatosan monitorizáltuk az ápolók lelki, egészségi állapotát is, és elmondhatom, hogy sajnos nagyon-nagyon sokat romlott, úgyhogy most a kórházaknak nagyon nagy feladata van abban, hogy valahogy megpróbálják visszaállítani a lelki egészségüket, és visszaállítani azt az egészségügyet, hát amire ők felesküdtek. Becsei László, a Békés megyei központi kórház igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy bár nehéz két éven vagyunk túl, de a védőoltásoknak is köszönhetően most már jobb a helyzet. A héttől kezdődően az osztályok az eredeti helyükön kezdik meg működésüket. Nyilvánvalóan azért ez időt vesz igénybe, tehát a gyulai intézmény volt kijelölve járványügyi ellátásra, mint kórház. Ennek megfelelően Békéscsabán történtek a nem covidos betegek ellátásai. Ezek az osztályok most ütemezetten költöznek vissza az eredeti helyükre, és kezdjük meg az elektív ellátásokat, a várólisták ledolgozását, és ennek megfelelően tudjuk most a működésünket szervezni. A konferencián szó esett az anafilaxia kezeléséről, a családok helyzetéről védőnői szempontból, és a járvány utáni egészségmegőrzésről. Jelenleg 8 ügyet lehet intézni az eleki okmányirodában, az új kormányablaknak köszönhetően pedig 2500 ügyben lehet majd eljárni a városban. Az új létesítmény a 17. kormányablak lesz Békés megyében. Hamarosan elkezdődik a 17. kormányablak létrehozása Békés megyében. Szelezsán György elek polgármestere a helyszínen tartott pénteki sajtótájékoztatón kiemelte. A beruházás során 4 új munkahelyet hoznak létre. Emellett a kormányablak megkönnyíti majd az ott élők mindennapjait, ügyintézéseit. Kovács József országgyűlési képviselő kiemelte. A hármas számú választókerületben Füzesgyarmaton, Szeghalmon, Vésztűn, Sarkadon és Gyulán már több évvel ezelőtt létrejöttek kormányablakok. Ezt a sort követi hamarosan az eleki. Mindegy 125 négyzetméter áll majd rendelkezésre ennek a megvalósításához. Ez az összeg, ami hazai forrás és a kormány megbízottúron keresztül biztosítja ide elekre, ez 120 millió forintos beruházást fog itt eleken jelenteni. Ez azért nagyon fontos, mert 4 választókerülete van a Békés megyének, és ebből ez a 3-as számú választókerület lesz az egyedüli, ahol minden városként működő településen lesz kormányablak. Takács Árpád kormány megbízott hangsúlyozta. A nagy történelmi és kulturális hagyományokkal rendelkező 4 nemzetiségű eleken hatósági, igazgatási központ jön létre a jövőben. Nem csak elekiek, hanem többek között újkígyósiak, kevermesiek érkeznek a jelenlegi okmányirodába is. A cél, hogy ezt a térségi központ szerepet vállalja fel az új kormányablak. 8 fajta ügyet lehet körülbelül intézni, amely személyi okmányokkal kapcsolatos. Az új beruházásnak, vagy az új fejlesztésnek köszönhetően ezentúl 2500 ügyben lehet itt majd eljárni. 2500 ügyben tudják az ügyeiket intézni az itt lévő állampolgárok, vagy az itt élő állampolgárok. És ez azt jelenti tehát, hogy könnyítünk a családoknak a terhein, hiszen nem kell elutazni egy másik városba, bármelyen családtámogatási igénylésük van, bármely, amely a családdal kapcsolatos igény, vagy bármi, amely a mindennapjaikat érinti, legyen szó agrár-vidékfejlesztésről, építéshatósági munkáról, nyugdíj megállapításról, egészségbiztosítási kérdésekről, és még sorolhatnám azokat az ügyeket, amelyet a kormányhivatalok hatáskörébe tartoznak. Takács Árpád kiemelte, a következő időszakban 31 millió forintból fejlesztik a Békés megyei kormányablakokat. 2 nagyobb fejlesztés valósult meg eddig.
Az egyik az e-közigazgatás, az e-közműszolgáltatás, ahol be lehet jelenteni online felületen bármilyen változást. A másik pedig a mesterséges intelligencia használata a jövőben. A kormány megbízott hangsúlyozta, fontos, hogy a későbbiekben az egyszerűbb ügyeket ügyintéző nélkül is el lehessen végezni. A munkálatok a tervek szerint tavasszal várhatóan májusban elkezdődnek eleken, és jó eséllyel szeptember 1-én megkezdi működését az új kormányablak. A nyári főszezon előtti utolsó kamaratermi hónapra készülnek a Gyulai Várszínháznál. Áprilisban 4 előadás közül választhatnak az érdeklődők. Utolsó tavaszi hónapjához érkezett a Gyulai Várszínház kamaratermi évada. Az áprilisi programok egy könnyed, humoros előadással indulnak, amelyben a házasságról, a válásról és a válással járó viszontagságokról lesz szó. A színészek mellett 2 válási mediátor is részt vesz az improvizációs előadásban, az ő segítségükkel járják körbe a darab témáját. Az áprilisi programot is igyekeztünk színesre összeállítani, műfajilag is, sokszínűre és érdekesre. Például először egy különleges előadással, április 4-én Váló társas című előadással jelentkezünk, ami Schmidt Zoltán és Pokornilia színészeknek az előadása, és 2 házassági mediátornak, Gönczi Dorkának és Varga Zsoltnak az előadása, vagy színházi műsora. Húsvét előtt a nagy héthez illően Pál apostol leveleit megzenésített formában hallhatják az érdeklődők a Kaláka lemez bemutató koncertjének keretében. A helyszín ezúttal a Gyulai Református templom lesz. Az együttes korábban már feldolgozta ezt a témát, most azonban egy megújult verziót készítettek Ferenci Györgyel és a Racka Jammel. A koncertet táncszínházi produkció követi a sorban, a Feledi projekt érkezik ismét Gyulára. Ismét egy Pilinszky téma, a Szálkák című Pilinszky verseskötet táncszínházi változatát készítette elő adaptációját a Feledi projekt, Feledi János és Táncszínházi társulata. Itt az előadásnak az lesz a különlegessége, hogy egy színész is szerepel benne, méghozzá Trill Zsolt, a Nemzeti Színház kiváló művésze. Ő fogja a verseket, szövegeket mondani az előadás közben. A tavaszi évad utolsó előadása az Orlai produkció 3 a padon című darabja lesz, ahol 3 idős ember történetét ismerhetik meg a nézők. A pénteki adatok szerint 67 új koronavírus fertőzöttet jegyeztek fel Békés megyében. A pénteki adatok szerint 67 új esettel 54.154-re nőtt a Békés megyei koronavírus fertőzöttek 2 éve nyilvántartott száma. Egy nap alatt országszerte 2.327 új fertőzöttet igazoltak, elhunyt 40, többségében idős krónikus beteg. 1.858 koronavírusos fertőzöttet ápolnak kórházban, közülük 56-an vannak lélegeztetőgépen. A beoltottak száma 6.403.000, közülük 262.000-en már a 4. vakcinát is felvették. A korábbihoz képest 31%-kal több esethez vonultak a gyulai tűzoltók 2021-ben. Rövid hírek következnek. Több témában született döntés a csütörtök délelőtti képviselőtestületi ülésen. A grémium a napi rendelőti beszámolók között meghallgatta a gyulai hivatásos tűzoltó parancsnokság tavalyi évi tevékenységéről szóló tájékoztatást. Zanóc István tűzoltó parancsnok kiemelte, 31%-os esetszám növekedés volt 2021-ben, a 2020-as bázis évhez viszonyítva. Ez egy elég jelentős emelkedésnek számít, amit a műszaki mentések száma befolyásolt. Zanóc István elmondta, Gyulán összesen 270 esetben kellett helyszínre vonulniuk a tűzoltóknak. 2021-ben 78-szor viharkár és műszaki mentés, 21 esetben pedig közúti baleset adott munkát nekik. Emellett 6 szénmonoxiddal kapcsolatos eseménynél, valamint 35 beteg mozgatásban vettek részt. Tavaly gázszivárgás és épületomlás miatt is vonultak. A tűzoltó parancsnok hangsúlyozta, a város tűzvédelmi helyzete stabil. A fő napi rendek között jóvá hagyta a grémium az önkormányzat idei évi közbeszerzési tervét, valamint döntött a civil szervezetek kölcsönszerződésének módosításáról is. A tavaly decemberben elhunyt Horváth Péter fogorvos emlékére táblát helyeznek ki, és kopjafát állítanak Gyulaváriban. Nemrég megújult a gyulai könyvtár gyermek részlege. Egy pályázat segítségével további eszközfejlesztés és korszerűsítés valósul meg az épületben.
Dízsi János elmondta, a bejáratnál található folyósó szakasz méltatlanná vált ahhoz a környezethez, ami kialakult a beruházás kapcsán. A grémium döntött a társasházak felújításának támogatásáról szóló önkormányzati rendelet tervezett módosításáról, valamint a Gyulai Várfürdő területén létrejövő termálpalota miatt. Módosítottak egy helyi építési szabályzatot is. A szakasz megépítésével Kecskemét és Békéscsaba között teljes hosszában elkészül az M44-es gyorsforgalmi út. A menetidő a főváros és a Békési megyeszékhely között további közel 20 perccel csökken. A 32,2 km hosszú út az 5-ös számú főúton létesítendő turbókörforgalommal kezdődik. A szakasz elején egy egyszerű pihenőhely épül mintegy 4 km-re a körforgalomtól. A beruházás részeként egy külön szintű csomópontot építenek a 441-es főútnál. A gyorsforgalmi út a Cegléd-Szeged vasútvonal felett lesz átvezetve. Az M44-es gyorsforgalmi út története 2016 végére nyúlik vissza. Ekkor tették le a leghosszabb, Tiszakürt-Kondoros közötti szakasz alapkövét. Az elmúlt 5 évben több mint 90 km készült el az útból. Tavaly decemberre már Békéscsabától egészen Lakitelekig kétszer két sávon juthattak el a közlekedők, és már zajlik a kivitelezés Szentkirályig. Most megkezdődnek a munkák a folytatásban az M5-ös autópályáig tartó résznél is. A fejlesztés az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából, a NIF ZRT beruházásában hazai forrásból valósul meg. A kivitelezést a Hódút Kft. Végzi, nettó 106,9 milliárd forintból. Két év után ismét Gyulán rendezték meg a Diák Olimpia országos döntőjét. Ez alkalommal a kézilabda B kategória 5-ös-6-os korcsoport, vagyis a középiskolás korosztály legjobbjai mérték összetudásukat. A szombathelyi Szent Györgyi Albert egészségügyi technikum és szakképzőiskola csapatából Jene Noémi Boglárka már óvodáskora óta sportol. Kovács József országgyűlési képviselő az esemény megnyitóján elmondta, a sportsikerek kapcsán jussanak el a legmagasabb szintre a diákok. Görgényi Ernő polgármester köszöntő beszédében kiemelte, a diákolimpiai mozgalom képviseli ma azokat az értékeket, amelyek miatt tiszteljük és támogatjuk a sportot. Erdős Dániel, a Magyar Diák Sportszövetség ügyvezető igazgatója elmondta, 50 sportágban rendeznek diákolimpiát minden évben. Annak a csapatnak a tagjai, akik a diákolimpia országos döntőjében elérik legalább a harmadik helyezést, ők 10 felvételi többletpontra jósultak. A kézilabda diákolimpia országos döntőjén 11 lánycsapat küzdött meg egymással Gyulán. A dobogó alsófokán a Miskolci Herman Otto gimnázium, a második helyen pedig a Debreceni Szakképzési Centrum vegyipari technikuma végzett. A döntőt végül a Bonyhádi, Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Kollégium Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nyerte. Harmonika szóval várták szombaton az érdeklődőket a Gazdaudvarba, ahol újra ételosztást rendeztek. A járvány miatt ugyan egy hosszabb időszak kimaradt, de a főszervező Gyulai Gazda és Polgári Egyesület tagjainak eltökélt célja, hogy újra rendszeressé váljon a program. A Gazda szervezet mellett a rendezvényt számos támogató segítette. Helyi civil szervezeteken túl az SM adománybolt is a program mellé állt, ők ruhákat hoztak a rászorulóknak. A szegényeket rendszeresen felkaroló Mikus Éva pedig egy 100 szeletes tortával lepte meg a megjelenteket. Ha minden a tervek szerint alakul, néhány hónap múlva a következő ételosztást is megrendezik. A csütörtöki adatok szerint 71 új esettel 54.087-re emelkedett a Békés-megyei koronavírus fertőzöttek két éve nyilvántartott száma. Országszerte egy nap alatt 2654 új fertőzöttet igazoltak, elhunyt 40, többségében idős, krónikus beteg. 1865 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 52-en vannak lélegeztetőgépen. A beoltottak száma csak kismértékben emelkedik, 6.402.000 ember kapott legalább egy, 258.000 pedig 4 vakcinát. Fejlesztik az iskolát és az óvodát Zsadányban. Lapszemle következik.
Fejlesztik az iskolát, bővítették a bölcsödét Zsadányban. 650 millió forintos kormányzati támogatásból korszerűsítik Zsadányban a református általános iskolát, közölte a Beol. A helyi református bölcsödét 250 millió forintból fejlesztették, a beruházást szintén csütörtökön adták át. Azt vitték, amire a legnagyobb szükség van. Erdős Norbert az Agrárminisztérium államtitkára és Takács Árpád kormány megbízott személyes adományát adta át szerdán a Záhonyi segítségponton az Ukrajnából érkezett menekülteknek. Az Orosz Café arról számolt be, hogy az ottani járási hivatal vezetőjével egyeztettek előtte, hogy mire van leginkább szükség, és ennek alapján pakolták tele a dobozokat. Megkezdődött a túzokdürgés. A kakasok látványos násztáncának megfigyelése különleges élményt jelenthet a természet szerető emberek számára, írta a kmnp.hu. Az előre bejelentkező érdeklődőknek igény szerint gépkocsis területbejárást vagy gyalogos szakvezetést ajánlanak Dévaványán természetvédelmi őr kíséretével. Út az egészséghez. Átadták a program 7. tanösvényét Budán, a 3-as határhegyen, írta a Magyar Kurír. Ez a tanösvény az első, melyhez mobil applikációt is fejlesztettek a népbetegségek szűrése céljából. Lehűlés és csapadék. Leginkább ez a két tényező határozza meg a következő napok időjárását. A jövő héten melegebb és szárazabb időszak kezdődik. Szombaton marad a felhős borongós idő, csapadékra is készülhetünk. A szombati hőmérséklet 4 és 17 fok között alakul. Vasárnap is várható csapadék, élénk lesz a szél. Vasárnap hajnalban egy, napközben 8 fokra számíthatunk. Lássuk még egyszer mai híreinket. Felújítják a Tiborc utcát. A korszerűsítés több mint 1 milliárdos állami támogatásból végzi. Covid konferencia Gyulán. Az eseményen szó esett a kórház és az ápolók helyzetéről is. Új kormányablak nyílik. Péntek délelőtt eleken tartottak sajtótájékoztatót a várható fejlesztésekről. Változatos programok. Áprilisban 4 előadás közül választhatnak az érdeklődők. 67 új fertőzött Békésben. A pénteki adatok szerint nem csökken a járvány lendülete. A Gyula TV híradóját látták, most az értékőrző következik. Nézzék híreinket, videóinkat a közösségi médiában és a gyulatelevízió.hu oldalon. Köszönjük figyelmüket!